Hogyan lehet kitűnni a magyar ásványvíz piacon? Nem volt egyszerű dolga ennek a Lajos Mizsei vállalatnak saját brendjük megalkotásakor. Mégis sikerült egy igazán különleges arculatot, na meg márkát felépíteniük. Hogy hogyan csinálták? A brandépítőkből természetesen ez is kiderül. Lajos Mizsén indult az ásványvízmárkátok története. Mesélj egy kicsit a kezdetekről. A cégünk 2002-ben alakult hivatalosan. Az első kapavágások akkor történtek meg. Azt követően 2004-ben indult el a termelés, akkor épült fel a legelső gyártósorunk és az üzem a raktárral. És 2008-ra értük el az 59 millió palackos értékesítést. Abban az időben a tulajdonosi szerkezet egy francia-olasz 50-50%-ban tulajdonolt vállalkozás volt, amit 2010-ben az olasz anyacég kivásárolt 100%-ban. Volt ilyen a világban, Spanyolországban, Lengyelországban és itt mi nálunk. Ez egyszerre történt meg, és a sikertörténetünk úgymond az 2010-ben indult el. Akkor az anyacégünk által megvalósult beruházásokkal kapacitást tudtunk növelni. Abban az időben javarészt saját márkákat gyártottunk, kereskedelmi márkákat, szinte a 90%-a különböző láncoknak történő gyártás volt, és csak 10% volt az, ami a saját brandünk volt. És egyszer gondoltunk egy merészet, és úgy döntöttünk, hogy saját márkát építünk itt Magyarországon. Magyarországon rengeteg jó ásványvíz található, de hogyan lehet kitűnni? Hát Magyarország tényleg különösen szerencsés helyzetben van, gyakorlatilag a Kárpát-medencé vagy medencén ülünk, és itt Magyarországon szinte minden magyar forgalomba kerülő ásványvíz nagyon remek minőségű, és gyakorlatilag mindennapi fogyasztásra alkalmas, így borzasztó nehéz marketing feladat ebből kitűnni és különbséget tenni víz és víz között. Mi azt az utat választottuk, hogy megszemélyesítettük a vízünket, így az általunk gyártott víznek a megjelenése is, az összes kommunikáció erre van fölépítve, hogy ez a család vize, és hogy a címkén lévő kis polip, az is egy ilyen játékos kis figura. És ilyenkor azért úgy esténként leülsz, akár egy pohár vízzel, és átgondolod, hogy mi lehet a sikernek a titka? Sokan kérdezik ezt tőlünk egyébként, a konkurenciáink is, és hogy mit csináltok másképpen. Azt mondjuk egy jó visszaigazolás, hogyha a konkurenciáink. Igen, számtalan esetben ülnek és mondják, hogy de hát hogy csináljátok, hogy ez hogy van. Hát több jó döntést hoztunk, mint rosszat. Tényleg mi mögöttünk egy olyan 60-70 éves know-how van az anyacégünknél, amit mi föl tudunk használni, azokat a fejlesztéseket, újításokat talán elsőként tudjuk bevezetni itt a magyar piacon. Egy nagyon stabil csapattal dolgozunk, amiben az elmúlt 14 évben gyakorlatilag nulla volt a fluktuáció, a menedzsment az teljesen ugyanaz, és nagyon stabilan működünk, és ez a partnereink számára is egy olyan stabilitást jelent, hogy bárki hív bennünket, mindig ugyanaz az ember oldja meg a problémáját, ugyanazzal kell tárgyalnia. A partnereink mind látták az üzemünket, mi nálunk is a fenntartható fejlődés, illetve a környezetvédelem területén tett lépéseink szerintem nagyon-nagyon fontosak és előremutatóak. Magyarországon elsőként hoztunk forgalomba teljes CO2 semleges terméket, és hogyha tovább akarunk lépni ebbe a karbonkibocsátás csökkentésébe, tudjuk, hogy hol kell beavatkozni, hogy közelebbről kell vásárolni alapanyagot, közelebbről kell kupakgyártót találni, mert akkor kevesebb lesz a karbonkibocsátás. Rengeteg lehetőség van ebben, megújuló energiát kell használni, és hát még több újrahasznosított alapanyagot kell használni a gyártás során. Azt mondtad, hogy a partnereid már bőven nagyon jól ismerik az üzemet, úgyhogy itt az ideje, hogy nekem is megmutasd. Ez így van. Csapjunk bele és induljunk. Szuper. Figyelj, lenyűgöző az üzem, egészen elképesztő ezek a sorok, szóval teljesen el vagyok varázsolva. Mesélj nekem egy kicsit erről, hogy lépésről lépésről, hogyan jutunk el idáig, hogy már a zsugorfóliázott palackokat
búcsúztatjuk. Úgy kell elképzelni ezt az egész üzemet, mint egy ilyen hosszú folyosó, aminek a folyosónak a legvégén vannak a kutak. A kutak az csak annyi, hogy egy trómacél cső jön ki a vízből, vagy a földből 184, 168 és 176 méter mélyről, és azt követően fizikai gyertyaszűrőkön keresztül kerül be a töltőgépekhez ez a víz. A folyosó első felében vannak az agregátorok, amik biztosítják a palackúvó gépeknek az energiát, a levegőt, amivel fújják föl ezeket a palackokat. Azt követően jön a palackgyártási fázis, ahol ezekből a kis preformokból elkészülnek, és mennyire gyorsan csinálja, szemmel nem lehet látni, de borzasztó gyorsan fújja föl, és írtó precízen ezeket a palackokat. Itt minden ezred másodperc hőfok, minden számít, hogy a palack formája és a stabilitása meglegyen. Ezek a lelke ennek az egész történetnek. Azt követően, ahogy a palack elkészül, egyből megy át a töltőgépre, ahol bemutattuk azt is, ahol egy ilyen számítógép vezérlésű töltőfej pont annyi vizet rak bele, mint amennyi, tehát nincs veszteség vízünk, pont annyi vizet használunk föl, mint amennyi a palackokba kerül. Azt követően megy tovább a gyártósoron a palack, eljut a címkézőig, ahol rákerül a címke az oldalára, utána jön a zsugorfóliázó, azt követően jön a fogófülező, és itt, amit itt látunk magunk mögött, azt rakja össze a raklapokra a termékeinket, és ő állítja össze itt az egész raklapot, amit itt lát. És ez a gép, ez olyan, mint egy pók tulajdonképpen, így a csápjaival összeállítja, és utána kerül át az összeállított raklap a stretch fóliázóba, ahol körbefóliázzák a raklapot a stabil szállítás érdekében, és onnan kerül át a raktárba a víz. Gyakorlatilag emberi kéz érintése nélkül itt hozzáérni nem lehet. Mi akkor örülünk, hogyha a dolgozóink csak nézik a gépeket, és jól érzik magukat, meg ez egy élelmiszer tulajdonképpen, és jó, hogyha emberi kéz nem érinti minél kevesebb, mert attól steril, attól biztonságos a termék. Igazság szerint mióta itt beszélgetünk, és szerintem már több száz liter vizet néztünk végig, ahogy elhalad elettünk. Egy kicsit avasd be minket a részletekbe, meg a számokba, hogy egyáltalán hány liter víz, vagy hány raklap, vagy nem tudom, hogy te miben méred. Mind a kettőbe tudjuk mérni. Hát egy nap gyártunk 2000 raklapot normál menetbe. 2000 raklap, az 2000 köbméter víz, amennyit mi be tudunk palackozni. Az éves forgalmunk az 255 millió palack volt 2020-ban, 2019-ben kicsivel több volt, és ez literben 384 millió liter volt, amit mi bepalackoztunk és kiszállítottunk a partnereink felé. Arról már beszélgettünk, hogy nektek az a jó, hogyha a robotizált sorok gyakorlatilag emberi kéz érintése nélkül működnek. Na de hányan dolgoztok? Hányan dolgoztatok a kezdetekkor, és hányan vagytok most? Amikor elkezdtük ezt az egészet, összesen voltunk 42-en. Mindenkit ismertünk, szinte az értekezleteket megtarthattuk ebédelés közben, és mindent át tudtunk beszélni. Most jelen pillanatban a saját dolgozókkal úgy állunk, hogy olyan 94 saját dolgozónk van, és még szoktunk bérmunkásokat is a szezonba alkalmazni, hogyha úgy alakul. Úgyhogy megdupláztuk a dolgozóink számát, viszont a forgalmunkat meg négyszereztük azóta. Úgyhogy itt olyan 12.000-13.000 raklapot tudunk tárolni fedett helyen, zárt helyen. De ez most így soknak tűnik, amit mondtunk. De hiszen 2000 raklap az, amit legyártunk minden nap, de a szezonban mondjuk 3000 raklapot szállítunk ki, a 100 kamion egy nap, és a 12000 raklap, és az 3000 megy ki, akkor az gyorsan kiszámolható, hogy igen, hamar el tud fogyni, úgyhogy még ez a raktárkapacitás is bővítésre szorul. És ami egy másik nagyon fontos dolog, hogy a szakmai díjakat is azért bőséggel bezsebelitek. Mesélj egy kicsit erről, fontosak nektek a díjak? Fontos
fontosak, mert ezek a díjak igazolják vissza Isten igazából azt, hogy mi jól végezzük a dolgunkat, vagy kevésbé jól végezzük a dolgunkat, és mindig örülünk, főleg a szakmától örülünk. A legfontosabb a vásárló elismerése az, aki azt mondja, hogy a vásárlók döntése alapján az év terméke díj, azt vásárlói kutatások alapján csinálják, azt a vásárlók döntik el. Az egyéb szakmai díjaink, amik a marketingre vonatkoznak, amikor a reklámfilmünket csináltuk, azért voltak bennünk kételyek, küzdöttünk, jó fog sikerülni, nem fog jól sikerülni, és megmérettettük magunkat a kreatívnak a gáláján, ami Magyarországon az egyik legelismertebb a reklámszakmában, és a shortlistről negyedik helyre futottunk be ebbe a hatalmas reklámzajba több száz pályázó közül. Sokat beszéltünk már a múltról, láttuk és látjuk a jelent, de mik a jövőbeli tervek? A jövő, ami 2030-ig látunk előre, mondjuk mindig kell, hogy víziónk legyen. Mi azt látjuk, hogy ezen az úton haladunk, és az Európai Unió is ezt az irányt jelöli ki a gyártók számára, hiszen a karbonlábnyom csökkentése és a környezetvédelem az most mindenütt fókuszban van, és mi ennek próbálunk megfelelni, sőt élen járni ebbe, és megelőzni a többieket, és minél környezet, még kevésbé környezetterhelően gyártani. Köszönöm szépen egyrészt a körbevezetést, másrészt pedig azt, hogy beszélget. Mi is köszönjük, hogy itt jártatok, és büszkén mutattuk be a tevékenységünket. Köszönöm szépen!